Szóval, hogy megy az idő? Holnap lesz a gyerek 1 éves. Nekem mondod, tehát az enyém is. Hát örülve. Egy nap különbség van köztük. Mit vegyünk neki? Hallod, nem tudom. Nem Úr tudom, Isten, mert... Egy 1 éves gyerek mit tud használni? Hát ezt akartam mondani. Még egy sem tud használni. Ja, igen, igen. Ruha nem, játék nem. Hát mi az, ami nincs meg, minden meg. Telefont, hogy elérjem, az is hülyeség. Nincs már, hát hogy tudna telefonálni az 1 éves? Hát csak, hogy rezeg, az tudja, hogy apu rezeg. Ja. Balról, jobbról, hívom. Persze. Akkor mit vegyek neki? Akkor mit ezek? Hát igazából én az első születésnapra igazából annyira nem tudok mit kezdeni, mert hogy első születésnap, és nem tudja talán így felfogni, vagy úgy értelmezni, hanem csak úgy érzékelni tudja, és megélni tudja az ő kis édes lelki világával. Mi az, aminek legtöbben örülni tud a gyerek? Cicinek. Hát anyatej. Az biztos, de ezen cici, figyelj. Cici, bébitáp, ez az... gumimaci. Igen. Gumimacit imádja. Igen, igen. Első születésnap. Az rendben van odáig, oké. Okay. De na, az csak úgy maga is. De ne, várjál, hagyd mondjam még. Első szülinap az életébe. Igen. Azt se tudja, mi ez. Hát na, ez az. És csinálja neki egy bulit. Érted? Hát egy mindenképpen nem buli. Nem zsúr. Hanem egy nagy buli. Buli, kis csajokkal. Jó, hogy nem ilyen kis szendvics, hanem kis baba gázsik a jacuzziba, hogy meg ott ül benn középen, a kis dagadt kis fogja a kis körülpesgőt. Azonnal tudod, hogy mire gondolom. Igen. Tehát én azt szeretném, hogy tényleg boldog legyen a gyerek, és mindenki erről beszélni, hogy 1 éves kis juniornak milyen jó kis születésnapja volt. Jó, nyilván nem ilyen PIMP-s serlegekkel képzelem, és táncos fek a csajokkal, de azt is elbírom képzelni. Miért ne? Hát egyszer élünk buli, vagány a kis gyerek, vagány legyen, és szokja azt, hogy vagány és dögös. Először is baba gázsikat kell szerezni. Második szerezni kell rózsaszín baba pelenkákat, hogy igen? Megadják a módját. 3. Olyan dolgokat kezdeni, hogy a baba zsúrhoz jó. Viszont Csilla nem biztos, hogy bele fog menni ebbe. Miért nem menne bele? Mert tudod, milyen Csilla mindig izé lehet, hogy normálisan legyen, konzervatívan, legyenek kis szendvicsek, meghívva a szülőket, üljünk ott, azt nézzük a falat. Tudod, milyenek a konzervatív meg. Izé? Valahogy puhíts meg Csillát. Tudod, hogy tudtam megpújítani? No. Ha most elmennénk a bababoltba, vagy ilyen kellékes boltba, és megvennénk mindent, már eleve úgy érkeznénk, aha, hogy már nem lenne opciója. Nem tudnám ezt mondani. Nem tudnám ezt mondani, mert benne vagyok a sztoriban. Ennyi. Na, akkor csináljuk ezt. Na, ez a de komoly, hallod? Parti kellékek. Ez kell. Kés csók. Ez itt csokolom. Na. Hogy mind drága. Ó, köszönöm ilyen szépen, jól értenek. Mi is el vagyunk. Önöknek. 1 éves lesz holnap a kisfiam, és igen? Szeretnénk neki egy kis bulit csapni, ilyen baba bulit. Igen? És ahhoz keresünk kellékeket. Tehát, hogy látod, minden van itt. Igen, nagyon sokféle minden. Mit adhatok esetleg? Lufit vagy? Lufikat. Egy jelmezeken is gondolkodom. Ennyi jelmez van. Igen, törpöt gumimaci. Tudok. Nincs gumimaci? Nincs gumimaci. Nincs. Semmilyen színű? Maci? Semmit. Akármilyen maci? Akármilyen maci. Valami zöld, zöld, valami zöld. Olyan Shrek kiskorába. Mi csoda Shrek? Shrek ki, az is kis zöld. A zöld az semmi. Nincs. Semmi ilyen pufi feje. Nincs, ezek a jelmezek lennének, amit ott látnak. De még 1 éves az a baj, nem tudom, mit vegyünk neki. Én még soha életemben nem voltam ilyen parti kellékes boltba. Nem tudom miért. Valószínűleg azért, mert a parti másik oldalán álltam mindig, aki csak szórakoztatott, és nem szórakozik. Bocs, hogy erőltetem ezt a macit, csak tudom, hogy azt szeretem. Hát, rú, várjál, tudom, várjál. Hogy macisat szeretned, miért? Akkor tényleg mit cimbalmasat kellene venni. A fogalma. Mit csináltál? Várjál meg, az előbb ráadtam. Tedd bele ezt a bolondságot. Hát mit csináltál? Ráadtam a vizet. Mire ráadtam? Megetted? Jó ember. Megetted, bekaptál egy vérkapszulát, mi? Megetted, ráadom, te is megetted. Tényleg néha azt hiszem, hogy 12 éves szellemi szinten van. Jó, van, nagyon jól érzem. Vigyél már komoly. Kicsit olyan volt, mint amikor gyerekkoromban voltak ilyen dili boltok, ilyen dili shop, vagy nem tudom mi volt a neve, valamilyen bolond bolt, és mindenféle hülyeséget lehetett kapni. Happy birthday-es zászló is kéne. Vagyek ugyanolyan szerintem? Ebből tizet? Figyelj! Melyikből? Sok színűből, tegyen 20-at. 20-at. Mindenki legyen. Jó. Legyen egy 20. Próbálom által jó színekben. Összevíz, így jó, így leveszik 20-at, és ez tök jó nekünk. És akkor ebből kéne, most ez hogy működik, hogy játszik? Ez hány darab ez a zászló? Igen, mondom. Az olyan, hogy 3 méter 80 centi. Ez 3 méter? Igen? Igen, azt el lehet vágni itt fölé, és akkor felrakhatja hát két-három helyre akkor még is, jó? És azt el lehet ragasztóval is, vagy egy kis szöggel rakni bárhova. Az is kell? Ez kell. Jó, hát, vegyük. Ez tök jó. Akkor ez is. Jó? Először az enyém, hogy ne láss. Jó, de nézd meg, hogy itt van, hogy érted. Gyere,
Hello! Hát te nem is hallottam, sziasztok, hogy bejöttél. Hello! Hát csak úgy beosontam. Most már rájöttem arra, hogy amikor Laci elmegy Ginóval valahova, mondjuk azon kívül, amiről nem tudok, akkor abból általában mindig kitalálnak valamit, és mindig fogom a fejem, hogy úristen, ebből mi lesz. Drágám, figyelj, gondolkodtál. Én pontosan tudom azt, hogy te egy finomabb, konzervatívabb, szűkebb családkörű bulit szeretnél holnap a gyereknek. Igen, és? Viszont én, amit szeretnék, az nem más, mint egy baromi nagy buli, hiszen az első születésnapja van a p***nek. De hát milyen baromi nagy buli? Nem azt akarok hivászat. Dehogy nem, nem hivászat. Babákat, szülőket, táncosokat, ismerősöket, mindenkit elhívunk. Mégiscsak az első szülinapja. Igen, meg kell adni a módját. De hát úgysem fogja még föl. Tök mindegy, ez érzi a szeretetet. Érzékenyet. Most ez nem szűk lesz, ez tág lesz. Utoljára hagytam a kész parti kellékek bemutatását, hogyha az érvek nem voltak elegek, akkor legyen elég az, amit lát. Figyelj már, baby boy! Ugye? Happy birthday, baby boy! És ezt nézd meg, kezdjük el, figyelj be! Várjál! Figyelj! Így kezdődik, korona! Figyelj! És ez jó lesz a fejére? Tányérokat vettem, figyelj, tányérokat! Ilyen zászlót, akkor tudod, milyen ez a happy birthday kifújós, tudod? Ja. Minden, ja, és minden felnőttnek lesz a fején ilyen. Ilyen bulis, sákó. Nem nagyon hagytam esélyt neki jelenkezni, mert nem is szerettem volna. Hiszen nem az ő fia, hanem a mi fiunk, ezért közösen hozzuk meg a döntést. Ami az esetben azt jelenti, hogy én hozom meg a döntést. De én erre számítottam. Akkor ilyen boldog születést. Hát mit gondoltál, hogy majd csak leülünk, azt nézzük a falat, boldog születést, kisfiam, azt nézzük egymást. Nem, de nem hát is de... ilyen nagy part. Nem nagy ez egy cuki part, ez a kettő közül, arany középút, jó? Hallom. Én megvettem hozzávalókat. Nincs appelláta, már amúgy is megvettem, nem is lehetne appelláta. Kérdezzétek a kisfiúk, mit akarsz, Lacika? Nagy bulik vagy kis bulik? Hello! Sziasztok! Gyertek, óvatosan! Csókolom! Sziasztok! Mi ez a meglepetés, gyerekek? Semmi! Jöttünk, gyere be, most benne elmondom! El. És mik ezek a lufik? Menjek be! Aha! Na jó, hagyd tegyem le a poharat, fiam! Mivel Laci kitalálta, hogy ő viszont nagy bulit szeretne, ezért kénytelenek vagyunk átmenni anyósomhoz, hiszen neki sokkal nagyobb lakása van, mint nekünk, és úgy így, hogy sok emberünk kényelmesebben elférünk. Na figyelj, arra gondoltunk, igen? Az a nagy helyzet, hogy... Holnap lesz az unokád egy éves. Hála jó Istennek, örülök neki. Épp, hogy megszületett, és arra gondoltunk, igen, hogy itt tartjuk a bulit. A bulit? Igen, itt tartjuk a bulit, igen, mert nagyon komoly bulit szerveztem a kisgyereknek. Kis jacuzzival, kis babákkal, kis babacsajokkal, kis kőpesgővel. Babacsajok nem lesznek. Bulit. Jó, nem babacsajok, én babák, tudod? Kis baba, lágy, fiú. Igazi babazsúr. Egy babazsúr. De hallod, egyébként a jacuzzit azt meg lehetne csinálni. Jacuzzi se lesz. Na de gyerekek, egy kicsit álljatok már le. Egy éves gyerekről van szó. Miért kell ilyen nagy bulit csinálni egy éves gyereknek? Meg kell adni a módját, anyu. Jaj, anyu nem szereti az ilyen dolgokat, ilyen hirtelen késztények elé állítást, és mindig ilyenkor leszúr engem, hogy ezt miért közlöm veled. Tudod, nagyon jól, hogy én mindent megengedek nektek, de ebben nem megyek bele. Jacuzzi, barátnők, nők, 20-30 ember, nem úgy mondjuk, hogy barátnők, nem úgy mondjuk, hogy csajokat, hanem ilyen vele egy idős tájának a kis gyerekei, egy éves kis babákat, babazsúrt, mi aranyos dolgot mondunk. Nem. Jó van, kisfiam, hát én megengedem, örülök neki. Kis babázsúr! Azt mondom, hogy csajok, semmiféle csajok. Hát nem, én azt hittem, Lacikám, hogy jönnek ide nők. Nagy bulit csinálsz egy éves kis gyereknek. Nem szabad. Az, hát örülök neki. Benne vagy? Benne kisfiam. Most már kéne inni valami bohócot, és azon filóztam. Bohóc legyen nem nagy lesz. Ha, miért nem? Azért, mert nem akarok bohócot. Nem, mert félsz a bohóctól. Nem én félek tőle, hanem lehet, hogy a kisgyerekek fognak. Van egy ilyen horrorfilm, azért egy három... A bohóc kéne jelzik. Nem. Nem kell ide bohóc. Hanem gumimaci torta, és egy igaz élethű nagy gumimaci. Sehol nem lehet kapni. Én már mindenhol néztem, sehol nincs ilyen. Nézd ide rám, elintézem. Ha meg nem érzetek így rám, elintézem. Hogy intéznéd el? Sehol nem lehet. Bízzátok rám, el fogom intézni. Minden megvolt, amit szerettem volna, megvoltak a kellékek, Csilla jóváhagyását. Megkaptam, halleluja, illetve anyut is sikerült megfőzni, hogy ott legyen a buli. Minden a tervek szerint halad. Most már semmi nem hiányzik, csak egy jó nagy buli, és ennek a megszervezése.
Ha nincs gumimaci ilyen nagyba, akkor de legalább egy jelmez kéne szerezni. Megoldom, meg. Gyere. Bízd ide. Bízzam oda? A gitár mindenképp itt lesz nálam. Tehát gumilaci, maci mindenképp. Gitár vagy gumilaci? Mind a kettő. Maci, laci. Most itt lesz nálam. A gumimaci, laci gitár most mi lesz nálam? Csinálok egy, vagy hozok egy nagy gumimacit. És azt fog gitározni? Nem, nem. Táncol, én meg hozom neki a gumimaci. Egy igazi gumimacit hozol? Igen, egy igazi gumimacit. Fiam, létezik nem, a gumimaci. Ez nekem is egy... Mivel a kisfiamról van szó, és arról, hogy ő jól érezze magát, illetve hogy neki legyen egy igazi kis bulija, ezért én is boldog vagyok, és örömmel készítek neki mindent, hiszen még talán nagyobb örömmel is várom, mint a saját születésnapomat, hiszen ez a nap róla szól. Hány vendéget hívtok, Lacika? Hát, max egy ilyen 10-15 vendéget, ilyen kis finomat, nem lesz kézi. Jó. Babazúr lesz. Na jó, igen, hát ez tulajdonképpen a gyerekről szól. Igen. A gyerekeknek legyen meg az örömük. Így van, kis elhangjék. Anya, bocs, a rumniért. Nem baj, kisfiam, majd rendet rakok. Majd Csilla segít. Jó. Na, jó hét, vagy el. Oké, sziasztok, sziasztok. Jó reggel, születésnapot. Boldog szüli napot. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, kis herceg, boldog szüli napot, Isteni tassam! Amikor felébredtem és láttam az óramutatót, akkor már olyanokkal gondolkodtam, hogy tavaly ilyenkor éppen milyen fájásaim voltak, és hogy mikor kapom az első injekcióimat. Kb. Ezek a gondolatok voltak, de ahogy ránéztem Lacikára, olyan öröm fogott el, hiszen ez az ő napja. Asszony, készítsd a ruháját! A hercegnek születésnapja. Ki van rakva? Te is nem tudod fogni. Itt vagyok! Itt vagyok! Happy birthday! Fiam! Ebbe leszel ma hófehér ruhában! Herceg, a ruhája előáll! Itt van a gumilaci, mit osztassék fel kell? A kicsi gumilaci, itt van a gumilaci. De jó az a nevetése! Ő a lacit nyani lehet! Olyan jó volt látni, hogy mosolygott. Olyan lélekemelő volt látni, hogy boldog, boldog a gyerekünk. És tudjuk, hogy ez az igazi önfelett, tiszta boldogság, amit ő ad. Fantasztikus érzés volt. Gumi, 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 azt a kész is, de rohadt, menni kell a tor! Tiszteletem, jó napot, jó reggel! Kész csók, szia! Hello! Ha minden igaz, akkor rendeltünk egy ilyen gumimacis tortát. Igen, rögtön hozom. Köszönöm szépen! De jó sütik van itt! Nehéz a szívem! Hello, szia! Hogy vagy? Ija, itt van a gumimaci! Hát jó ez lesz? Nagyon nagy. Szuper. De jó. Nagyon szuper. Köszönöm szépen. Tudjátok a kocsolni a dobozba? Ez hova rakjuk? Itt az ide. Nem. De a csibe. Nem. Ide az az érzelé. És akkor erre lehet pakolni, itt marad egy nagy tér. És még a díszeket is mind fel kell rakni. Úgyhogy ezt majd anyu, én meg hozom. Basszus. Szétes. Segíthettek ti is díszíteni, mint lelkes vendégünk. Anyu, vigyük be a székeket? Tényleg a gyerekről szól, és nem arról, hogy mondjuk az a dísz pontosan ott álljon, ahol kell, hiszen neki ez nem számít. És ezért akarom ezt a jó dolgokat bevonzani, és jól érezni magam a születésnapi partin, hogy ő is érezze, hiszen amit én érzek, azt ő is érzi. Laci azt mondta, mindenkinek fel kell vennie. De jó, mert itt van most. Nem tudom. Én ilyen sokkal tettem a kiskorban. Igen. Az milyen? Sapkát kell. Pénzból sapka. De az milyen az a izé? Nézd meg. Nézd meg, nagyon érdekes. Gyere kicsit. Mi van, Kaludia, baba? Hova raktad? Na, ide raktam. Na. Itt a kis taxia. Kis taxia. Atya, világ! Van már baseball sapkája? Nincs. Mert figyelj most az ezt nézd. És figyelj, van hozzáillő felső. Szóval ez nem akárhogy. Boldogszülés, Maci. Gyönyörű, gyönyörű. De egy és tűzi játékot is szeretnék kérni meg rának. Mekkora legyen? Egy perc, másfél, kettő perces méretű. Ja, hát szerintem egy perc, a legrövidebb. Jó, rendben. Rögtön hozom. Köszönöm.
De jó. Hello, sziasztok! Nézd csak a tortát. Jaj, de szép! Nagyon jó kis volt. Aztán minden, egy ilyet még nem láttam, gyönyörű. Menjetek be, megyek nem sokan. Hello, láttátok már a tortát? Sajok, ezt nézzük. Jaj, de jó! Itt van a gumimaci. Számítottam, hogy jó torta lesz, és gumimacira fog hasonlítani, de hogy ennyire, és ilyen szép, és tényleg, mintha a tévéből jött volna ki. Hát egyszerűen el voltam már jó, és nagyon örültem neki, hogy ilyen tortát kaphat a fiam, hogy megtehetjük ezt. Happy birthday to you! Szia! Szia kis Manó! Szia kis Manó! Szia Manikám! Gyertek gyorsan, megfagytok! Az ünnepel! Kinek számokat alszik, most el van ájulva! Gyertek, vegyetek le a cuccot, az a gyereket! Megfogod, amíg gyorsan a kapom! És ugye, amit megígértem, itt lesz a jelmez. Megvan a jelmez? Megoldjuk. Hogy nézzem, amilyen jelmez? Fogd meg Csilla! Hát amiről tegnap beszéltünk! Ez gumimaci jelmez! Hát Maci! Hát Macinak Maci! Hát és hogy lesz gumi, hogy nekivel? Tomi! Hogy nekiváljuk a falnak, az visszapattan, mondom, hogy gumimaci, vagy mitől lesz gumimaci? Igen, maci, nem? Nem minden, maci. Tudtam én, hogy a Gino annyira mondja, hogy intézi a gumimaci jelmez, hogy hozott valami rénszarvas mezt, vagy nem tudom mi, ez ilyen erdei medve jelmezt, vagy nem tudom mit. Hát minden volt, csak nem hasonlított a gumimaci jelmezre. Mi haragba itt, ne? Kösz a maci! Kucsoljatok le! Tomi! Nézzelek! Aha! Húzz össze! Vigyázz! Kicsit ránts meg neki a vállal, azaz! Nézd meg a legjobb rá! Mikor rászapták volna! Már tudod, mi hiányzik, csak az... Testvérem, zöldben nem volt! Ne, de most nem mindegy, hát most maci! Tudod, mi hiányzik az a gumilabda, hogy gumi, jó? Ugrálj, hát nézzelek! Ne rejjj, mint egy ízés, hogy valami kedvesen, pozitív. Tudsz, hogy vennék itt a gumimaci? Mosolyogj el, úgy, azaz. De így kell ugye egész végig. Jó. És táncolnod kell, majd végig a gumimaci, jó? Hallod, Csilla, figyelj, mert olyat találtam ki, hogy kéne egy videóüzenetet csinálni. Egy olyan videóüzenet, hogy a gyereknek az első születésnapja. És most felvesszük, hogy ki, mennyien vagyunk itt, mennyien vártuk, mennyien akartuk a születésnapja, és 18 éves korában megmutatjuk neki. Hogy áss, hogy mennyire szeret volt rá most, jó? Oké. Kezdem, hogy rámolok, majd én végigmondom, jó? Na, felkészülni, vigyázz! Tessék! Szia, fiam! Először is nagyon szeretlek, másodjára pedig nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Éljen nagyon sokáig boldogságban és szeretetben, és azt szeretném üzenni neked 18 éves korodra, hogy ugyanitt, ugyanekkor, és nagyon szeretlek téged, és soha ne költözz el tőlünk, jó? Majd ilyen 40 évesen csak, jó? Imádlak. Okay. Halálosan komolyan gondolom, hogy Lacikának mellettem kell maradnia. Ha nem 40 éves korig, akkor jó maradhat 50-ig vagy 60-ig, ameddig jól esik neki. Igazából nem nagyon szeretném, hogy elmenjen. Én úgy tervezem, hogy majd addigra lesz egy hatalmas családi házunk, és akkor maximum még abba belemegyek, hogy ikerházba lakjunk, és akkor mellettem éljen. Gyűjtesférem! Mit kívánhatnék neked, drága kis öcsém? 18 éves korodra rengeteg nőt, sok pénzt, nagy autó. Igen. Ennyi. Fiam, ennél több nem kell. Ez a testvére, be is köszönöm, tesók. Marikám. Női nagyra jöjj a te. Igen. És imádunk puszi kis angyalot. Kis angyal. Te mit kívánsz neki? Mondjál valami. Hamot. Mit kívánsz neki? Hamhamot. Hamham. Valamit kívánsz neki? Együtt lesznek 18 évesek. Igen. Te mint a mostani spanod. Jó van, oké. Tomika, mint a nagybáty. Csak lazán, don't worry, be happy, és szívsz Laci vérét sokat. Köszönjük, Tomi. Itt van, felkeltél. Nem vagyok szülinapod. Na, ez 18, jó, megmutatom, fiam. Na, mama mit kíván neki? Figyelj, nagyon mit kíván. Hát én nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok neki, hogy Isten adjon neki hosszú életet, erőbe, egészségben. Ez 2032-ben fogja ezt a videót látni, tehát azért egy csomó minden, azért sok víz fog lefolyni a Dunán, meg rengeteg minden fog változni, és ezt nem is tudom, hol láttam, de jó ötletnek tartottam, hogy csináljuk meg mi is, mert ez egy nagyon klassz kis emlék. Zolika, mit kíván? Szereted? Szereted?
Szereted? Mondjad, igen. Mondjad, nem azért? Mondjad, beszélj. Mondjad, szeretlek, Lacika. Szeretlek, Lacika. Jó, oké. Oké, szuper. Lacika, mit üzensz magadnak? És én, fiam, azt kívánom neked, legyél tényleg nagyon-nagyon boldog, és nem 18 éves korodban már ott vagy, hogy tényleg minden boldogság megvan, és emlékezni fogsz, hogy apád meg anyád hogy szerettek téged, már most egy éves korod is hogy vártak. Itt 22 éves anyád, 32 éves apád. 2032-ben fogjuk ezt nézni. 2032-ben, 18 év múlva megnézzük, igen, hogy hogy állunk, jó? Na, szeretünk téged, 2032-ben ezt megnyitjuk ezt az üzenetet. Na, sziasztok! És az önmagamnak pedig üzenem, hogy jól tetted, hogy elvettél a csillát, Laci. Boldog szüri napot, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Lacika, happy birthday to you. Ez is a gumimacit játszak. Itt van a gumimacit, itt van a gumimacit, itt van a gumimacit. Kívánj valamit, és fújj el! Az jó, fújj el! Csinálj így, nézd csak így! Fújj el, gyerünk! Egy, kettő, három! Úgy éreztem, hogy csak mi vagyunk hárman. És felszállunk a levegőbe, és csak szállogálunk, és nem vagyunk éhesek, nem vagyunk szomjasok, nincsenek gondok. Csak mi vagyunk hárman, és boldogok vagyunk. És igazából tényleg mi egy család vagyunk, és ilyenkor érzem ezekben a pillanatokban, hogy mi hárman összetartozunk. Az első születésnap. Jó! Boldog szüleim! A te gumimaci! Na, akkor már veszélyeztem. Szétszedheted a tortát. Nagyon jó volt látni az arcán, hogy örül, kíváncsi, hogy processzál mindent, gyűjt be magába, mindent raktároz el a kis agyába, a kis tudatába, falja az élményeket, igazán, őszintén, ártatlanul. Csodálatos, megindító érzés volt, nagyon szerettem. Végre az én fiamnak énekelhettem, aki ma egy éves. Hát így jött a gumimaci! Igen! Igen! Kijött a tévéből neked! Igen! Laci, jackpotot találtam. Igen. Jól van, ennyi után, fiam. Igen. És most? Na, hát meg!